Március 20-án indult el hivatalosan a Várpalota Szociális Város Rehabilitációja című projekt. Milyen részelemei vannak ennek a programnak? Ugye az úgynevezett szoft elemekkel már korábban megismerkedhetett a Tési Dombi városrész, hiszen az elmúlt esztendőben több olyan rendezvény is volt, ami főképp talán vígasságnak volt nevezhető, ami ennek a projektnek volt a része, és az idejében végre jutottunk 5 évvel a pályázat benyújtása után oda, hogy az igazán lényeges elemek is elkövetkeznek. Ezek alatt pedig azt értem, hogy megindult a fizikai megújulás, illetve komoly tanfolyamokat indítunk a jövő héttel kezdődően, ahova főként a városrészből, illetve Várpalotáról várunk jelentkezőket. Amikor a megnyitó volt, akkor is elmondtam, hogy ugye a Tési Domb az korábban a városnak az egyik kiemelkedő település része volt, és az elmúlt időszakban nagyon nagy romláson ment keresztül, részben önmagából abból adódóan, hogy eltelt több mint 50 év a lakótelep felépülése óta, illetve változott a gazdasági helyzet és környezet, és nem volt forrás arra, hogy ez a városrész megújuljon, úgyhogy ez most egy nagyon nagy lehetőség, amiből szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a tekintetben is, hogy minél több közterület megújuljon. A társasházak egy jelentős része is részesedik ebből a projektből, illetve önmaguk a társasházak is, és a benne élő emberek is sokat vállaltak. Azt gondolom, az itt élők azért látják, hogy némelyiket már szigetelték, és lassan kezdődik a színezés. Elindult a közösségi tereknek az előkészítése is, tehát a földmunkálatok is megindultak. Megindult szintén a békeétterem, volt békeétteremnek a felújítása, ezek azok a munkálatok, amelyek már megkezdődtek, és hát még előttünk van néhány, ami viszont még nem, de ilyen lesz parkolók építése, járdaépítés, és még lehetne néhányat sorolni. De azt gondolom, most a legfontosabb az, hogy a jövő héten induló tanfolyamokra minél többen jelentkezzenek. Milyen szakmákra lehet jelentkezni? Összesen 6 szakmára lehet jelentkezni. Ezek között van burkoló, hegesztő, számviteli ügyintéző, és ezt követően pedig lesz német és angol nyelvtanfolyam. A város Facebook oldalán megtalálható a konkrét felhívás, megjelent a képújságban, a Városi Televízió képújságjában, megjelenik a héten a Városi újságban is, illetve most azért is vagyok itt, hogy erre felhívjam a figyelmet. A jelentkezéseket a polgármesteri hivatal portáján lehet leadni. Szeretnénk, hogyha minél többen élnének ezzel, mert hogy a tanfolyamok teljesen ingyenesek. Amennyiben többen jelentkeznek, mint lehetséges lenne a létszám, tehát telítődik, akkor az szerint lesz választás, hogy elsősorban Tési Dombon élők, illetve a munkanélküliek, illetve Gyeden gyesen lévő kismamák fognak előnyt élvezni. Az említetteken kívül van-e még más feltétele a jelentkezésnek, tehát mondjuk iskolai végzettség, ilyen tehát az adott szakmához van, amelyikhez szükséges az érettségi, de ezt aki megnézi a kiírást, az találkozni fog vele, tehát mondjuk a számviteli ügyintézői tanfolyamhoz, ahhoz szükséges lesz az érettségi, de ez mindegyik szakmánál külön-külön megtalálható. Mikor indulnak ezek a tanfolyamok, és meddig tartanak? Ezek április közepén indulnak, és augusztus végéig tartanak. Meddig lehet jelentkezni? A jelentkezési határidő április 19-e. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél többen élnének a lehetőséggel. Ma, amikor a felvétel készül, akkor április 9-e van, és már szép számmal adták be a jelentkezést a városból, sőt a városon kívülről is,
Úgyhogy én biztatok mindenkit, aki érdeklődést mutat, hogy nézzen utána, és ha úgy gondolja, akkor éljen ezzel a lehetőséggel.